újság? Képzeld, bevezették a transzfúziós illetéket. Micsodát? Várj, betőzöm. Transzakciós. Akciós. Ez azt jelenti, hogy ha akciósan vásárolsz a boltban, akkor megilletnek egy transzal. Azta! Hát ebből egy szót sem értek. Akkor nézzük meg az interneten. Hú, te ezt vágod? Persze, mint forró vaj a kést. Sziasztok, Monopoly vagyok. Hallottam, hogy segítségre van szükségetek. Tartsatok velem, és minden kérdésetekre választ kaptok. Varázslat! Kezdjük a bankszámlátokkal. Nézzük meg, hogyan néz ki, és milyen ügyletek bonyolódnak rajta. Vannak bevételek és kiadások. A bevétel az jó! De minket most a kiadási része érdekel. Akinek bankszámlája van, annak számolnia kell az ezzel járó költségekkel. Ilyen például a számlavezetési díj, különféle jutalékok és a számotokra új és ismeretlen tranzakciós illeték. Nos, értitek már? Tudjátok mit? Látogassunk meg egy pénzügyi szakembert, ő majd mindent elmagyaráz. A lakossági számlavezetésnél a legtöbb pénzintézet a lakosság részére csomagokat állít össze, számlacsomagokat, és a csomagokba különböző elemeket épít be. És ezekhez kapcsolódóan még számos kiegészítő szolgáltatás lehetséges. Ezeket általában egy csomagokba teszik össze, különböző elemekre helyezve a hangsúlyt, és ezért egy összeget kérnek. És ezen kívül még különböző számlavezetéshez kapcsolódó költségek lehetségesek, ilyen egy számlafolytonossági díj, egy terheléshez kapcsolódó jutalék kérése, illetve van olyan eset is, amikor a jóváírásokhoz is kapcsolódnak díjtételek. Plusz még lehetséges a bankkártyákhoz kapcsolódó olyan kártyadíj, illetve tranzakciós díjak, amelyek kártyánál jó azt tudni, hogy egy készpénzfelvétnek a jutalékát azt a tulajdonos fizeti, a kártya tulajdonos, míg egy kártyával történő vásárlás esetén ezt az összeget, ezt a jutalékot a kereskedőnek kell fizetnie. Ezekhez kapcsolódnak még, ami ma nagyon népszerű, a tranzakciós illetéknek a megállapítása. A tranzakciós illetéket általában a díjtételekbe beleszámítják, és van egy jogszabályi előírás, hogy külön ki kell mutatni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy plusz tételdíj a tranzakciós illeték, hanem valamely költségelemekben, jellemzően a terhelésekhez kapcsolódó költségelemeknél, a jutalékelemeknél, amit az ügyfélnek fizetnie kell, odaépítik be. Itt vezetődik be a 150 ezer forintos két alkalommi ingyenes lehetőség, ami után a pénzintézeteknek most semmilyen díjtételt nem számíthatnak fel. Ez ugye majd jövőre fog életben lépni. Mindenütt jó, de legjobb otthon. És már ebben a témában is otthon vagyunk. Bizonyám, mennyi új ismerettel gazdagodtunk. Örülök, hogy ti is úgy gondoljátok, hogy ezekkel a dolgokkal érdemes tisztában lenni. Így van, nem igaz, Bob? Bob, merre van? Én már mindent értek. Pénztár vagyok. Annyit tudok, mint a nagyok.